Napelemek tipikus elhelyezéséről lesz szó. Ugye a legegyszerűbb tipikus eset, amikor egy magas tetős épületre, ugye ez az épületünk, itt nőnek a fák, itt állnak az emberek, és akkor, ahol mondjuk süt a nap, tehát a déli vagy a nyugati oldalra tipikusan lehet elhelyezni napelemeket, és ezek a napelemek gyűjtik azt az energiát össze, amit aztán az épületben egy inverter segítségével átalakítunk, és ezt felhasználjuk különféle célokra. Tehát napelem tipikusan a magas tetőn a legegyszerűbben elhelyezhető vagy a legtipikusabban inkább így mondom. Egy másik lehetőség is van, amikor lapos tetőkön, az, itt az épületünk, itt van a fa, itt állnak az emberek, és a lapos tetőn helyezik ezeket a napelemeket el. Valamiféle kiegészítő állványzaton, lábakon, ugye maga ez a napelem felület. Itt milyen problémák lehetnek? Ugye a probléma lehet az, hogy ha ez az attika fal beárnyékolja ezt a zónát, akkor ugye ez az egyes számmal jelzett napelem ki tud esni a termelésből, és ha úgy vannak beépítve, akkor még a többit is magával rántja. Tehát figyeljünk arra, hogy ez a fal kellően alacsony legyen ebben az esetben, illetve a mondjuk a szerelvények, vagy a alátámasztó dolgok kicsit nagyobbak legyenek, hogy ez a napelem magasabb pozícióba kerüljön. Persze mindezt úgy, hogy ő közben ne árnyékolja be a következőt. Tehát figyelni kell arra is, hogy a következőt hogy árnyékolja be az adott napelem. De lényegében az a mondanom lényeg, hogy lapos tetős épületeken is elhelyezhetők, egész könnyen, itt is figyelve a tájolásra, figyelve az optimális táj tájolásra, bár ma már vannak olyan rendszerek is, hogy mindkét irányba betájolják a napelemeket, és mindkét irányból szedi össze, és összességében átlagban nincs egy jó eredmény hozhat a dolog. Amire ki akarok adni, hogy van olyan szituáció, hogy csak a fa van, meg csak az ember, és nem biztos, hogy az épületre kell ráerőtetni a napelemet, hanem egész egyszerűen a kertben optimálisan, kényelmesen, mindenféle álványzás, álványzás és cipekedés nélkül, letesszük a kertbe, és könnyedén elhelyezhető válik optimálisan, jól tájolva, megfelelő módon. Itt talán egyetlen dologra kell figyelni, hogy ne ott legyen pont erdőség, ahol be tud árnyékolni nekünk a napelemünkre, de egész egyszerűen erre az egyre tudunk figyelni, vagy a szomszéd épületek magasságára, ha tudunk figyelni, hiszen egy toronyépület vagy egy nagyobb épület szintén be tud árnyékolni akár több sor napelemet is. De minden esetre a kertben jóval egyszerűbb elhelyezni, és jellemzően azért mindenkinek van egy pár száz négyzetméteres kertje, ahol bőven van hely a napelemek számára, tényleg talán csak ennyit kell figyelembe venni, és ha nem feltétlen, a kertben nem feltétlen nagy medencét, vagy nem tudom, Zöldséges kertet akarunk csinálni, akkor jut helye, vagy juthat helye a napelemeknek is, és sokkal olcsóbb, gazdaságosabb és kezelhetőbb karbantartatóbb megoldás, mint mondjuk egy magas tetőn elhelyezett verzió, amikor is ugye ide fel kell tudni mászni, mászni tudni kell ellenőrizni, ha szerelni kell, akkor tudni kell megcsinálni, vagy a megye állványjal, vagy anélkül. Tehát ez egy nagyobb bonyodalom, és mindezt arra arra is beszél, hogy ugye ezek a rögzítések, amik a napelemet oda fogják, bizony beázási helyeket is jelenthetnek a tetőre nézve, ami épületkárosodásokat okozhat. Tehát véleményem szerint több megoldás van, tehát a magas tetős, lapos tetős és a kerti megoldás, de talán ez a legmegnyugtatóbb és a legkevésbé zavaró és a leggazdaságosabb. Itt persze kérdés az, hogy kinek mekkora kertje és mekkora felületet próbál elhelyezni, meg nyilván az is, hogy mennyi az áram igénye, de minden esetre lehetőségként ezt is tartsuk szem előtt, hogy akár a kertünkben is elhelyezhetünk napelemeket.